Ismét visszautazhattunk a múltba, a 22. alkalommal sorra került füleki várjátékok alkalmával. A rendezvényen hagyományőrző csoportok közreműködésével korhű környezetben több történelmi korszak is megelevenedett. Az ukrajnai háborús helyzetre való tekintettel ez alkalommal elmaradtak a II. Világháborús múltidéző harcok. Jó. A jelenlegi évad az előző évi rendezvény időrendi folytatása, ahol a látogatók újra visszacsöppenhettek a múltba, bepillanthattak Fülek és környéke történelmébe a késői középkortól a II. Világháborúig terjedő időszakba. Az ez évi varjatékoknak az érdekessége sok kísérő program, amit most ajánlunk mondjuk. A Defensores történelmi csoport ilyen gasztronómiai specialitásokat kínál az érdeklődőknek. A történelmi társulás tagjai erre az alkalomra hétfogással készültek. Egyebek mellett babos húst, borban és sörben sült töltött húsokat, tepertőt, gombás húst és káposztalevest kínáltak. Találtunk hasonló recepteket, mert ugye az emberek töltötték a húst. Húsrovádokat készítettek, és ugye mostanában töltéseket mink találtuk ki, hogy most mit fogunk felhasználni. Minden olyan dolgot használunk csak fel, ami abban az időben is volt, ugyanazokat a fűszereket. A finom étkek után a résztvevők megkóstolhatták az eredeti török kávét is, melyet hagyományosan parázson főztek. A kávét beleteszem a jazzbébe, ha cukrot kér a vendég, akkor cukrot is, felöntöm vízzel, fölteszem a parázsra, és megvárom, amíg nem for, hanem habosodni kezd. A Hungary Jebedzsi Történelmi Egyesület már csaknem egy évtizede ápolja és eleveníti fel a 16.-17. századi magyar és magyarországi oszmán hagyományokat, a korabeli viseletet és életmódot. Ebből kiválaszt egyet, azt kivágjuk, és belevarjuk egy ilyen háromszög alakú kis táskácskába, és ezt egy szíjon a nyakába viselheti. Többféle varázserű szöveget használnak hagyományosan, az egyik ilyen a hétalvók nevei. A szerencsehozó talizmán készítése mellett az érdeklődők festhettek is. Különféle török csempe és virágmintákat ábrázolhattak természetes növényi színezékkel. Olyan növényekből készülnek, amiket adott esetben mi is megtalálhatunk a környezetünkben. Például van egy villafestékünk, ami alkörmösből készül, ez gyakorlatilag egy ilyen mérgező gyomnövény. A legkisebbek kedvenc műsorszáma minden bizonnyal az Ózdi Gömöri Lovas és Hagyományőrző Egyesület bemutatója volt, mely során azt is megtudhatták, hogyan képezték ki egykor a huszárok lovait. Engem mindig is jobban vonzott ez a fajta lovaglás, ugye a hagyományőrzés, a viseletbe való lovaglás, a csapatba való lovaglás. 4-5 éve vagyunk benne ebbe az egyesületbe, és ezzel is tovább tudjuk adni a gyerekeknek és a lovasainknak is ezt a hazaszeretetet és a lovas hagyományőrzés iránti szeretetet. A látogatókat történelmi mutatványosok, bohócok és zsonglőrök, gólyalábasok és solymászok is szórakoztatták. A múlt század első feléből a katonai alakulatok egyenruháit és haditechnikai érdekességeit pedig a Krasznogvardejci Történelmi Klub mutatta be a gyerekeknek. Meg még voltam nézni a katonákat, és nagyon jók a puskái, mert én is katona szeretnék lenni. És ezt tetszett akkor a legjobban ez a rendezvényen? Igen. A résztvevők a Vármúzeum tárlatai mellett a mesterségeket bemutató kiállítást és a Várhegybe vájt föld alatti óvóhelyet is megtekinthették a rendezvény ideje alatt.